Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. Ahogy lehet látni, az Apimis telepítés gyorsan, egyszerűen témát fogjuk feldolgozni. De mielőtt rátérnénk a fizikai megvalósítására, nézzük is meg, mi is az az Apimis. Az Apimis a világ legegyszerűbb dolga. Egy darab fájba fogod megkapni az egész programot, azaz nem kell telepíteni. Letölt, futtatási jog, és indít. Így bizony nem vagy te kitéve annak, hogy a te disztribúciódban milyen verzió van, megvan-e egyáltalán az a program, vagy éppen fel tudod-e telepíteni nagyon egyszerűen. Így bármelyik disztribúcióra ezeket az Apimage-eket fel tudod rakni, és tudod használni. Nem vagy kitéve semmi egyéb dolognak, ami Apimage-ben megvan, azt a legtöbb disztribúcióba, terjesztésbe használni tudod. Ami nagyon nagy előny, hogy verziófüggetlen dolgokat is el tudsz képzelni ezzel, azaz tudsz használni párhuzamosan egy stabil verziót, ami stabil verzió, és tudod például a napi építésű Apimage-eket is használni, ha a program készítője ad ilyet, azaz a legfrissebb, legfrissebb fejlesztések is bent lesznek. Ennek az az előnye, hogy ha véletlenül a napi frissítés az nem sikeredik valami jóra, vagy éppen összeomlik, mert ez valóban beta verziójú dolog, akkor minden további nélkül elindítod a stabil verziót, és utána használod azt. Azaz itt valóban megkapod a legfrissebb lehetőségét, annak a hiba lehetősége nélkül, hogy abba hibák lehetnek, hiszen bármikor vissza tudsz térni az előzőhöz, a régebbihez, akár az egy nappal előttihez, akár a stabil verzióhoz, akármihez. Természetesen nem mindegyik program készít Apimage-ből napi fejlesztés, napi beta tesztelésre kiadott dolgot, de ez a lehetőség fent áll akkor is, hogyha verzióváltások között szeretnél el-vissza ugrálni, mert esetleg az újban nincs meg az, ami neked kell, a régibe még bent van. Ez nagyon fontos dolog. Nincsenek függőségi problémáid, azaz teljesen független, 99%-ban teljesen független, hogy milyen függőségek vannak fent a te gépeden. Nagyon sok old school, tehát régebbi, stabil verziókra épülő disztribúciónál problémát jelent, ha valami frissebb programot szeretnél feltenni rá, hogy az ő függőségei még nincsenek bent a disztribúciódba, vagy egyáltalán nincsenek meg a disztribúciódba. Ezeknél az Apimage-eknél minden jön vele, azaz nem lesz semmilyen gond a futtatással, tudsz bárhol, bármit, bármikor használni. Ami nagyon fontos nekünk, a telepítése egyszerű, és az eltávolítása is hasonlóan egyszerű, hiszen a telepítés 3 lépés letölt, majd futtatási jogot kap, majd elindít. Ennyi. Tehát gyakorlatilag semmi olyan teendőd nincs, ami meghaladhatja esetleg egy kezdőnek is a tudását, hiszen nem teszünk más, mint letöltünk és indítunk valamit. Az eltávolítás is szintén 2 lépésből áll, egyszerűen az eltávolítása, eltávolítjuk, azaz letöröljük. Ennyi, letöröljük az adott fájt, és eltűnik. Én azért mondom, hogy 2 lépéses, mert gyakorlatilag előfordulhat, hogy az Apimage-ben futtatott fájl, az a program létrehoz különböző könyvtárakat a te könyvtáraid közé, azokat érdemes a rendszer tisztasága miatt eltávolítani. Ez nem szokott nagy problémát jelenteni, hiszen jellemzően, ha létrehoz valamilyen program, valamilyen könyvtárat, azt úgyis észreveszed, és a legtöbb nem 100 meg 1000 ilyen könyvtárat hoz létre, hanem 1-2, amiben tárolja az ő beállításait, azaz nem jelent ez nagy problémát. Azaz viszonylag nagyon-nagyon egyszerű a dolog. Hogyan is működik ez az Apimage-es dolog? Hát be kell szerezni az adott programnak az Apimage verzióját, ha van ilyen. Nem minden programnak lesz ilyen verziója, de úgy veszem észre, hogy a nagyobb programok, több ezerről beszélünk lassacskán már, azok bizony elkészítik akár a stabil verzióra az Apimage-et, akár a napi építésre az Apimage-et, és akkor tudod használni, azaz egyre jobban elterjed, míg amikor én ezzel először találkoztam, pár tíz, pár tucat Apimage készült el, program, ami Apimage-be is elérhető, most már azért 1000 fölött, 2000 és 2000 közötti darabszámú Apimage-et tartunk számot,
azaz nagyon-nagyon kényelmes dolog. Hogyan lehet beszerezni? Természetesen a világ legegyszerűbb dolga a beszerzése, hiszen vagy az adott program oldalán, vagy ilyen gyűjtő oldalakon kiböngészünk azt, hogy az apimics hol van, aztán letöltögetjük. Ennyi, semmi problémát nem jelent a dolog. Nézzünk is még pár példát. A beszerzése, ahogy mondtam, nagyon egyszerű. Első lépésben én mindenkinek azt javaslom, hogy a program saját oldalát keresse föl. Felkerestük a kedvenc videószerkesztőnknek az oldalát, ide megyünk, és örömmel látjuk, hogy ide van írva egy AppImage, van egy letöltési nyíl, és bizony oda megyünk, és rákattintunk, és megnézzük, mit hol lehet megtalálni. Ő nagyon jól bemutatja azt a lehetőséget, hogy 2020 10. hó 31-ei AppImage-et is elérsz. Persze nem akarjuk ezt használni, de hogyha a tegnapi, illetve ők havonta adnak ki egyet, egy hónappal ezelőtti jobb, mint a mostani, akkor vissza tudunk ide menni, letölteni, és örvendünk neki. Azaz a letöltés nagyon egyszerű, rákattintunk arra, amit leszeretnénk tölteni, lelapozgatunk ide, és utána letöltjük. Vegyük észre azt is, hogy különböző építések vannak, tehát vannak az older, a régi disztribúciókhoz való, a 386-os gépekre való AppImage-ek is, ezt érdemes megnézni, jellemzően egy típus van, egyfajta, de nyilvánvalóan van, ahol többet is adnak, a gépernek megfelelő, a disztribúciónak megfelelőt érdemes letölteni. Nem minthogyha el-vissza nem működnének, de előfordulhat, hogy egy újabb gépen egy 386-os AppImage nem úgy működik, ahogy kellene. Erre érdemes figyelni. A másik a KDN Live-nál szeretném bemutatni a nagyon kényelmes lehetőségét. Itt bizony a 21.12.0-as AppImage-et le tudjuk tölteni. Rákattintunk és le is jött, és ezzel az egy kattintással megkaptuk a 21.12-es KDN Live-ot, és szuper, stabil, használható. Semmi egyéb dolgunk nincs. Nézzük is meg, amiről mindig beszéltem, a napi építéseket, ezeket igazából a haladóknak, a tesztelőknek és a bevállalósabbaknak ajánlgatják. Nyilvánvalóan elmondják, hogy ez napi építéses hiba is lehet benne, de itt nincs olyan veszély, mint egy natív telepítésnél, mert hogyha ez a napi építés, tehát a leges-leges, legfrissebb beta tesztelésre kiadott cumó összekakálja magát a gépeden és nem működik, akkor semmi baj, visszatérhetsz a gépeden lévő, az előbb letöltött, stabil verzióra is. Így a legfrissebb fejlesztéseket is használni tudod, ha arra szükséged van, és nem kell megvárni a ciklikus kiadási dolgait mondjuk a KDN Live-nak, és hát nem kell várnom. Nagyon szuper, mindig folyamatosan a legfrissebbet kapom meg, kockázat nélkül az előző stabil verziót minden további nélkül le tudom tölteni. Nem feltétlen kell keresgélni természetesen mindig az oldalon. Javasolt a saját oldal meglátogatása, ott vélhetően mindig a legfrissebb van. Ott mindig a hivatalos van, de van, aki szeret tallozni, nézelődni, keresgélni. Van egy olyan oldal, hogy appimagehub.com. Rákattintunk, aztán itt keresgélhetünk téma szerint, ahogy nekünk tetszik, ami nekünk tetszik. Hát gyakorlatilag ők azt mondják magukról, hogy 1057 darab AppImage-et gyűjtöttek össze. Szuper! Igaz? Szuper! Keresgélhetünk, mert előfordulhat olyan gondolat is, hogy hát bizony ez jó lenne nekem, megnézem, ilyen van, és kipróbálom, ki tudod próbálni az adott programot anélkül, hogy különböző függőségeket föl kéne rakni, akár a disztribúciódba a telepítési metódus szerint felrakja automatikusan esetleg a függőségeket egy natív telepítésnél, de itt nem kell ezzel macerálni, letölt és elindít. Ennyi, letölt, és elindít, ennyi. Nézzük is meg, hogyan működik egy AppImage-nek a használata. A telepítés nagyon egyszerű, letöltötted, oda töltötted le, ahova te leszoktad tölteni, ez nem jelent gondot, a letöltések mappára rákattintasz, nyilván, hogyha neked máshova mennek le a böngészőbe letöltött cuccaid, akkor oda rákattintasz, és kikeresed, van KDN Live, KDN Live színe, ez a kettő van, indítsuk el, mondjuk a KDN Live AppImage,
a 21.12.0-ásat, rákattintunk, és tulajdonságok, megkeressük azt a metódust, ahol te beállíthatod a futtatási jogot, mert csak akkor fut egy program. Én most kifejezetten azért, hogy ne zavarjak össze senkit, ne ijesszek el senkit, grafikus felületen adom meg a futtatási jogot, megkeressük a jogosultságot, a fájl végrehajtásának engedélyezése programként, az, hogy kis táblázatba, kis bepipálásos módszerrel kell megadni az írás, olvasás és futtatási jogot, az teljesen mindegy. Itt egy pipát beteszünk a futtatási jog elé, végrehajtási jog elé, és utána bezárjuk az egészet, mert már meg is csináltuk, amit kell. Rákattintunk, és megnyitás, futtatás, vagy akármilyen szöveg van, vagy beírjuk terminálba az egész nevét, és megnyitás, és megnyitja szépen a programunkat, ki is nagyítom teljes képernyőre, kinagyítottam, és utána már használható is. Akármi miatt nem tetszik, akkor fogod, és odamész a fájlkezelőbe, és letörlöd. Egy aprócska trükköt szeretnék megosztani, de gyakorlatilag ezt mindenki sejti. A letöltési könyvtárban nem tárolunk különböző futtatható állományokat. Én egy saját könyvtárat, akármilyen, ami neked tetszik, csak az elérési útba érdemes beletenni. Létrehoztam, majd abba az összes apimidzset, amit használok, áttelepítem. Amikor jön az új verzió, áttelepítem, kiegészítem ezt az áttelepítést, simán átmásolom, amikor aztán jön az új verzió, simán felülírom azt a fájlt, és utána használom a leges-leges legfrissebbet, ha pedig éppen a régihez vissza akarok térni, letöltöm a régit, vagy elteszem a régit, mert én azért archiválni szoktam a régebbi apimidzseket, amíg ki nem derül, hogy az új az flottul működik, azaz nagyon egyszerű, sima egy darab fájl kezelése, az, amiből áll itt a programok telepítése, törlése, archiválása és egyéb műveletek. Köszi szépen, hogy meghallgattatok, remélem mindenkinek megjött a kedve ahhoz, hogy a lehető legfrissebb apimidzseket használja, és megjött a kedve ahhoz, hogy áttérjen nem minden programra, természetesen, csak ami ilyen szempontból érdekes, áttérjen az apimidzsek használatára, mert verzió független, tehát akármilyen függőségeid vannak, ő futni fog, akármilyen disztribúciót használsz, jó eséllyel futni fog, akármi van a disztribúciódban, jellemzően függőségekre gondolok, verziókra gondolok, azok itt teljesen lényegtelenek, az esetek 99%-ában működni fog ez. Köszi szépen, sziasztok, és mindenkinek jó apimidzs használatot kívánok, sziasztok!